Visszak egy hazában. A magyarság értékei a Kárpát-medencében. 30 ezer éves ikrek, a Szent Anna tó és a mohos tőzegláp. Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb látványok erdély tájai közt, de oly magasztos alig lehet több, mint a Szent Anna tava. Áll Jókai útleírásában. A Hargita hegység vulkanikus vonulatának legdélibb tömbje a Csomád hegység. Az utolsó kitörés utáni jégkorszak olvadékvize feltöltötte a két közeli krátert. Azóta a nyugatiban ring a szentannató. A keleti vízére hullott vulkáni hamura a mohos telepedett. A szentannató Annató mohos természetvédelmi terület, Hargita és Kovászna megye határán ezer méter körüli tengerszint feletti magasságban. Ez ma a legendák, medvék és húsevő növények birodalma. A tó szinte kör alakú, benne visszatükröződik a fölé magasodó kráter fenyőerdővel benőtt pereme. Területét a Kolozsvári, Bábes Bójai Egyetem földrajz szakos hallgatói 1999-ben 19,3 hektárnyinak, mélységét 6,3 méteresnek mérték. Vizét a csapadék táplálja, lefolyása nincs. A négyszer nagyobb mohosban átvette a víz helyét a tíz méter vastagságú, sűrű növénytakarót viselő tőzeg. Ez a szibériai tundra legdélnyugatibb darabkája. Az áfonyabokrok borított a tőzeg mohában különleges növények és állatkák élnek. A területet a népnyelv egyszerűen csak kokolyzásnak hívja. A valamikori tóból mára néhány apró tengerszem maradt. A mohos fölött épített ösvényen vezetővel lehet kirándulni. Bár a Szent Anna tóban már tilos fürdeni, azért kezet mosni mindenképpen érdemes benne, mert aki hozzáír a vizéhez, azt megsegítik a tó tündérei. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.